biztos tudjátok, hogy mi oktatók is végigcsináltuk a karmikus tisztító vizekkel a 21 napos órát, és hogy ezeket a tapasztalatokat szeretném elmesélni. Igazából velem nem történt nagyon sok minden ez alatt a 21 nap alatt, illetve inkább azt mondanám, hogy nem történt sok minden, amire ráláttam. Mert hogy az utóbbi időben nagyon sok és nagyon intenzív átalakuláson mentem át, és hogy nagyon nehéz volt elkülöníteni, hogy mi az, ami ezek közül a karmikus tisztító vízzel végzett kúrának tulajdonítható, és mi az, ami egyébként is zajlott, és hogy megtörtént volna, és csak felgyorsította ez a kúra. Úgyhogy inkább csak azt a három dolgot említeném meg, ami valahogy nyilvánvalóan ennek a hatása volt. Ebből kettő az nem nagyon érdekes, mert nagyon rosszul voltam fizikailag, de hogy szerintem ezt már többen ismeritek, tehát hogy igazából gyengeség, nagyon fájt a hasam, nagyon fájt a fejem, nagyon nehéz volt így működni. Ezek nem tartottak sokáig egyébként, és hogy ez tényleg tulajdonképpen csak ennyi volt. És volt még egy harmadik is, ami nagyon intenzív volt. Az inkább egy ilyen lelki tisztulási tünet volt, és biztos van már tapasztalatotok azzal, hogy a fizikai tisztulási tünetek is tudnak úgy jönni, hogy a semmiből tulajdonképpen. Tehát, hogy mondjuk sokszor egy tisztulás fizikai szinten az nem úgy lép fel, mint hogy egy betegség, hogy az ember először csak gyengének érzi magát, megérzi, hogy úgy valami nincsen rendben, és aztán szépen fokozatosan kialakul a betegség, kifejlődik, és akkor utána van egy ilyen lecsengési időszak, hanem hogy egyik pillanatról a másikra, akár az egyik pillanatról a másikra az embernek hirtelen megfájdul a torka, vagy elkezd folyni az orra, vagy ezeket biztos, hogy sokan ismeritek. És hogy a lelki tünetek is gyakran így tudnak jelentkezni, hogy nincsen kiváltó ok, hanem így egyszer csak így ott vannak a felszínen. És hogy nekem is volt egy ilyen, és nagyon sokat tisztult ebben az időszakban. Ez pedig beszéltem már egy korábbi videóban arról, hogy van egy ilyen férfiakkal kapcsolatos családi minta, hogy hát ez szépen megfogalmazni nem nagyon lehet, úgyhogy mondom úgy, ahogy a mintázat van, hogy hát az ember nem nagyon számíthat a férfiakra, meg hogy igazából csak inkább koloncként vannak egy nőnek a nyakán, mint társként, mondjuk így. És hogy a nő egyedül van a családon belül, hogyha van gyerek, akkor a gyerekkel van egyedül, és a férfi az pedig olyan, mint egy ilyen külön kis egység, aki szereti magát ettől távol tartani. Ha fizikailag nem is, akkor lelkileg egészen biztos. Úgyhogy nekem van egy ilyen hozott mintám, és ebben a 21 napban ez volt, hogy ilyen nagyon nagy erővel jött a felszínre, és feltűnő volt, mert nem volt racionális kiváltóka. Mára mennyire ezek a mintázatok
racionális módon kapcsolódnak be, de hogy így biztos értitek. Tehát, hogy tényleg semmi olyan nem történt. És jöttek föl az érzések, a gondolatok, és nagyon nyilvánvaló volt, hogy hát ez most tényleg csak dobódik fel egyszerűen. És hogy arra gondoltam ezzel kapcsolatban, hogy az évek során, ahogy gyakorlok, már ugye eléggé régóta, nem csak a családból, de többen is, különösen olyanok, akik nem gyakorolnak, sőt, inkább olyanok, akik nem gyakorolnak, kérdezték, hogy hát mire jó ez az egész, hogy te egy csomószor rosszul vagy, fizikailag, lelkileg jönnek ezek a tisztulási tünetek, ami már eleve ilyen tök furán hangzik, hogy most mi az, hogy tisztulási tünet, miért nem mondod, hogy náthás vagy, meg csak egyszerűen rosszkedvű. És hogy én ebben azt látom, hogy a gyakorlati haszna azt, mint hogyha néha megfeledkeznénk róla, hogy tulajdonképpen a mindennapokban, tényleg a hétköznapi életben miért is jó ez, vagy hogyan segít, hogyha az ember le tud tenni egy-egy ilyen mintázatot, mint ami nekem is feljött ez alatt a tisztítók óra alatt. És hogy nekem személy szerint abban, hogy olyan, mint hogyha ezek a mintázatok, ezek az elakadások úgy működnének bennünk, mint a szűrők, hogy bármilyen helyzetben vagyunk benne, és különösen, hogyha másokkal kell kapcsolódni egy-egy ilyen helyzetben, akkor nem azt látjuk, ami van, tehát nem a valóságot látjuk, nem a helyzetet látjuk, nem a másik embert, hanem van egy szűrő, amin keresztül ez átjön. És ezt csinálják tulajdonképpen az elakadásaink, meg a mintázataink. És hogy ha így nézzük, akkor nem csoda, hogy annyi nehézségünk van. A konfliktus magunkkal, a körülöttünk lévőkkel, akár az egész világgal, és hogy mi van akkor, hogyha ezek a szűrők így elvehetők onnan. Ez nyilván egy hosszú folyamat, és én most azt a részét látom, hogy milyen, amikor mondjuk úgy, hogy halványodnak ezek a szűrők. Vagy már képes arra az ember, hogy látja még, hogy ott van előtte, de már egy kicsit így fölé tud kukucskálni, és azt is látja, hogy oké, de van ott még valami mögötte, vagy van még valami ezen túl. És hogyha viszont így nézzük a tisztulási tüneteket, akkor ez már egészen más is, hiszen ez a mindennapi életben a konkrét eredményeket tud hozni. Hogyha most nem jut eszembe normális példa, de mondjuk, hogyha én otthon bármilyen házi munkát végzek, és a másik meg ül a kanapén, akkor ez szűrőn keresztül itt beindulnak azok a gondolatok, hogy persze mert soha nem segít, észre nem venni, hogy én is fáradt vagyok, mert én is dolgoztam, meg
Nem folytatom, szerintem sokan tudnátok ezt folytatni, ezt a sort. És hogy nem tűnik fel, hogy ennek önmagában nincsen semmilyen valósága vagy igazsága, hanem az ember ezt egyre jobban bepörgeti magában, gondolatokban, érzelmekben ugyanúgy, és ezek egymásra hatnak, és akkor szinte elkerülhetetlen, hogy ebből a végén egy valamilyen robbanás legyen. És nem pusztán arról van szó, hogy akkor ez elkerülhető ügyes kommunikációval, mert mondjuk megtanulom azt, hogy akkor ilyen helyzetekben inkább szólok a másiknak, és azt mondom neki, mielőtt a fejéhez vágnék valamit, vagy ráordítanék, hogy légy szíves, gyere ide, és segíts nekem a hagymát pucolni. Mert hogy attól még, tehát ez nyilván jobb megoldás, mint akár a kiabálás, vagy akár csak a sértődöttség, hogyha az ember ilyenkor magába fordul, de a helyzet az az, hogy nem oldja meg magát az alapproblémát. Tehát attól még ott lesznek ugyanazok a gondolatok, ugyanazok az érzések, legfeljebb egy kicsit jobban lefolytva. Úgyhogy ami onnan kezdtem, hogy mi a gyakorlati haszna ezeknek a tisztulásoknak, és a karmikus tisztításoknak, tehát végül is minden tisztítás az itt a programban. És hát ez, hogy ne ezeken a szűrőkön keresztül reagáljunk, hanem úgy, hogy minél inkább ott legyünk abban a helyzetben, és annak a helyzetnek az igazságából, meg abból, hogy igazán kapcsolatban vagyunk, nem csak saját magunkkal, de másik emberrel is. Mert ezek az állapotok, amikbe belevisznek ezek az elakadások, meg ezek a mintázatok, ezek nem engedik meg egyiket se azt, hogy saját magammal úgy igazán kapcsolódjak, mert azok a gondolatok és azok az érzelmek, azok nem valódiak, azok automatizmusok. És hát azt meg még kevésbé engedik meg, hogy a másikkal kapcsolódjak. Vagy nyilván a másik véglet az, hogy csak azzal tudok kapcsolódni, és tele vagyok félelemmel, hogy ő mit fog szólni, ő hogyan fog reagálni, és saját magammal nem tudok kapcsolódni. Úgyhogy az ilyen mindennapi helyzetekben, és nem csak otthon, házi munka közben, de ugyanúgy a munkahelyen, a gyerekünkkel, baráti kapcsolatban, bárhol, ezek az elakadások, ezek a minták felütik a fejüket, működnek, valami bekapcsolja őket, ott vannak, és mi ugrunk rájuk. És ezek azok, amiket ki lehet tisztítani. Például a karmikus vízzel végzett tisztítókúrával. Úgyhogy én folytatni fogom, és javaslom, hogy próbáljátok ki. Nem kell hinni benne, nem kell óriási elvárásokat támasztani vele szemben, csak nézzétek meg, hogy milyen, és hogy nálatok, hogyan működik ez. Köszönöm.